Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint egy ilyen vlog-szerűség lesz. Tettem fel egy kérdést, amire elég sok... Igen, tettem fel egy kérdést, amire elég sok kérdés érkezett, szóval ezekre szeretnék válaszolni. Méghozzá Anglia és Angliával kapcsolatos dolgokra. Elég érdekes kérdések jöttek, voltak olyanok is, amire nem biztos, hogy fogok válaszolni, vagy hanem is konkrétan, de válaszolok rá, mivel azok már egy kicsit azért ilyen személyesebb dolgok. Na jó, többen is írtátok, hogy igen, nem vagytok kíváncsiak vlog videókra, meg ilyen dolgokra. Hát ha nem vagy kíváncsi rá, egyszerűen ne nézd, és ennyi az egész. Na jó, kezdjük is a legelején. Mennyi havonta a lakbér, és ezért milyen kecót kapsz, illetve melyik településen? Hát mi igazából több mint 2,5 éve költöztünk ide ki. Ugye mi Bristolba vagyunk. Ami azért egy elég drága környék, hát már majdnem londoni árakkal. Úgyhogy itteni árak azok azért kicsit el vannak szállva. Lehet sokkal olcsóbban Angliába a lakást bérelni, vannak sokkal olcsóbb zónák, régiók. Hát ez pont nem az. De viszont itt viszonylag tehát sok munkalehetőség van, meg minden, szóval drága is, de viszont lehet is egész jól élni. Hát, hogy mennyibe kerül egy kecó? Hát mi konkrétan egy ilyen kétszobás flatbe vagyunk, ami ugye van két, nekünk szerencség van két viszonylag nagy szoba, ugye van egy egész nagy nappali, konyha, minden. Azt hozzá kell tenni, hogy zsírúj a lakás belőlünk, nem viszonylag modern, tehát a konyha is tök új, meg minden. Hát mi ezért fizetünk havi 900 fontot. Most nem fogok számolgatni át forintra, meg ilyenek, majd mindenki az átszámolja, hogyha szeretné. Tehát ez 900 font billek nélkül, tehát billek nélkül, tehát nincs benne semmilyen számla. Erre még jön rá egy 160 fontos council tax, amit úgymond államnak kell fizetni, meg hogy elvigyék a szemetet, meg minden baromság, meg tűzoltóság, rendőrség, tehát baromságok. Ez kötelező bárhova költözöl, bármilyen lakást veszel ki, ezt fogod fizetni, ha akarod, ha nem. Szóval van az, van a villany. Hát mi a villanyjal kicsit becumisztuk, mivel áram villanyjal fűtünk, tehát villanyról megy abszolút minden. Így ilyenkor télen azért, főleg most ő van a gyerek is, úgyhogy fűtve van egész normálisan az egész ház, vagy nem úgy normálisan, hanem úgy, úgy jobban fűtve van, mint amúgy fűtenénk. Így nekünk az egy olyan átlag olyan 300 font körül van csak a villanyszámla havonta. Erre rájön ugye még a vízszámla, ami megint egy olyan 40-es havonta nekünk. És akkor meg ezen felül van ugye az internet. Na és ennyi. Mivel, hogy nekünk más nincs. Tehát az internet az megint, hát én a legnagyobb csomagunk, nekünk a legnagyobb csomagunk van a 350 megabites Virgin-től, tévé, kábel tévével, fix telefonnal, ezt így most már 2 éve vagyok náluk, így sikerült kiharcoljam 55 fontért havonta, de amúgy valami 80 vagy 85 font kellene legyen havonta ez a csomag, ami nekünk van. És igazából a kecó az ennyi. Majd lehet, hogy csinálok egy videót, egy ilyen bemutató, mit tudom én, hát most pont nem, mert elég kicsit rendetlenség van így a gyerek, meg minden, tele játékokkal az egész ház, stb. Meg amúgy is a gyerkőc most alszik, szóval nem nagyon szeretnék mászkálni a házba. Legalábbis nem az ő szobájába. Na jó, hát lakásról ennyi. Ez egy jó lakás. De ennek ellenére vannak, hát elég sok helyen laktunk már, vannak drágán rohadtul szar lakások, vannak drágán rohadtul jó lakások, vannak olcsón, ha mázlid van és kifogod, nagyon jó lakások, de ugyanúgy olyanok is, hogy gyakorlatilag a patkányok rohangálnak a földön. Voltunk ilyen lakást megnézni, annak idején ott hirdették, hogy jaj, nagyon faszam, most lett felújítva, minden ízé, amikor bementük, azt hittük, hogy szétesünk, tehát olyan szinten gáz volt a lakás, hogy barátném pont akkor
párom pont akkor volt terhes, tehát mi így bőven szülés előtt, de akkor akartunk költözni, és mikor így megláttuk, hogy hát ide biztos nem, nem úgy gyerekkel, de még én magamban, ha lennék, sem mennék be abba a lakásba. És ahhoz képest nem is volt annyira olcsó. Tehát igazából attól is függ, hogy mi, a városnak melyik részén, milyen zóna, stb. Tehát ez, ami mi vagyunk, ez viszonylag gazdag környék, jó módú emberekkel, jó házakkal, jó lakásokkal, viszont meg kell fizetni. Tehát ezt most mindenki mérlegeli magának, hogy fizetsz többet és laksz egy normális lakásba, vagy megelégedsz azzal, hogy legyen egy matracod és egy ágyad, és leszarod, hogy mi van körülötted. Nem, tényleg amúgy vannak agencik, akik direkt ilyen lakáskiadásokkal foglalkoznak, azoknál lehet általában szerencséje az embernek, és kifoghat olcsón, viszonylag olcsón jó lakást. Viszont az agencinkkel meg az a baj, hogy mindenféle szerződések, papírok, meg múlt, meg minden baromságot kérnek, plusz egy csomó agency fee, ami sokszor annyiba kerül, mint a maga egyhavi bérleti díj. Meg ugye ott le kell pakolni 3 hónapot előre, az kész rablás, amit csinálnak igazából. És akkor ott mindig korlátozva vagy, mert valami mindig nem tetszik, valami mindig szar, valami, ja, ha valami gázon, akkor nem reagál rá senki, stb. Tehát hallottam elég sok sztorit, hála Istennek, én sikerült eddig elkerüljem őket. Van, aki viszont direkt arra esküszik, hogy akkor agency, akkor az majd mindent intéz, majd minden jó lesz, majd minden fasza lesz, inkább kiperkálja azt a rengeteg pénzt. Hát én nem. Én inkább megyek, keresek privát embereket, és direkt tőlük bérelek. Ez egy kicsit talán rizikósabb, nem talán, hanem tényleg rizikósabb, mert van, amikor itt is, hogyha kifogsz, hogy szarházi, rájár a nyakadra, stb. Hát nekünk, hála Istennek, szerencsénk van, ez a landlord, akinél most vagyunk, tehát ebbe a lakásba, ezt én utoljára személyesen most láttam 2 hónapja kb. Akkor jött a szerződést, hogy hosszabbítsuk meg. De azelőtt kb. Egy évig nem is találkoztunk, pedig itt lakik egy utcával arra. Itt sétál, minden nap a kutyáját viszi sétáltatni. De még csak erre se néz, szóval olyan szinten nem érdekli, hogy mi történik itt, hogy hihetetlen, hébe-jébe küld egy e-mailt, hogy na, mi újság, jól vagytok, minden oké. Visszaírok, persze, minden oké, faszoszt, ennyi. Minden hónapban küldöm neki a lóvét, és készülött. Ennyi volt. Még így is ő írt a múltkor is, hogy já, szeretné a bojlert lecserélni, mert mit szólunk hozzá, hogy nem ez zavarna, vagy valami, beszéljünk meg egy dátumot, vagy valami. Hát mondom, felőlem lecserélheted, hát engem nem zavar. Ami van, most van, az működik, de hát ha te akarsz újat tenni, hát tegyél bátyját, engem nem érdekel. Szóval nekünk mázlink van ezzel. Viszont tavaly előtt ilyenkor, akkor viszont megszívtuk, mert ugyanígy egy priváttal akartunk menni, hát ott az nagy húzavona, nagy izé. A lényeg az, hogy megszívattak minket, mi kifizettük a depozitot, 800 fontot, aztán se lakás, se depozit vissza. Így hirtelen megszűnt létezni a személy. Tehát buktunk gyakorlatilag 800 fontot, és lakás nélkül maradtunk. Ez megint olyan dolog, hogy ugye én becomogtam szépen a rendőrségre, elmondtam volna a sztorimat, és mi volt az első kérdés? Hát mióta vagy itt? Mit akarsz? Meddig leszel? Hát mondom, bátya, az meg azért jöttem, mert problémám van. Az esetleg nem érdekel, mondom, nem arról van szó, hogy engem fagassál, hülye gyerek, hanem hogy mondjam el, hogy mi a bajom. És akkor, ja, hát persze, hát mondjad is. Akkor elmondom neki, és azt mondja, hát ez ilyen már heti szinten ilyen több száz ember jön ilyen problémával, sajnos ezzel nem igazán tudnak mit csinálni. Adjam le az adatokat, minden, aztán majd utána néznek és értesítnek. Hát ennek már lassan 2 éve, és azóta is értesítnek, szóval na, van rizikó benne, de én még mindig jobban preferálom, mint hogy adjak egy hülye agencynek, valószínűleg annyi pénzt, hogy egy havi fizetés oda megy nekik csak úgy feleslegesen, és gyakorlatilag utána ugyanúgy pont leszarnak, mint a privátnál vagy, és ha nincs mázlit, hogy normális az ember. Szóval a lakás az kb. Ennyi. Vannak részek Angliában, mint fent az északi részen, ott Sunderland környékén, ahol már ilyen 3-400 fontért 2-3 szobás jó lakásokat lehet kivenni, de ugye ott meg elég nagy a munkanélküliség, nincs ennyi lehetőség, kicsit szegényebbek az emberek, kicsit
Olyan, mint otthon azok, akik úgy nem dolgoznak és segélni élnek. Nem nézek le senkit, mert nem nézek le, de tehát van egy kicsi szintkülönbség. Vagy van a másik régió, ami ott megint Manchester, Liverpool, ott is olyan 5-600 ér, már 2-3 szobás lakást lehet kivenni. De hát ott is megint csak, hát nem az a zóna, ahova én szívesen elköltöznék. Van, aki szeret ott élni, én jártam ott mostanában többször is. Én így, már így első ránézés, ahogy így láttam azt a részt, meg minden azt a részét az ország, nekem nem jött be. Itt a Bristol, hát Bristol se tökéletes, nem mondhatjuk, hogy tökéletes, de itt azért szerintem így szebb is, csendesebb is, nyugodtabb is. Ha úgy van, akkor a központi rész az olyan zajosabb is, de valahogy én jobban szeretek itt lenni, és most az a 2-300 font havonta, amennyit esetleg megspórolnák, hogyha oda költöznénk és ott élnénk, az igazából nem befolyásol olyan szinten, hogy meggondoljam, hogy oda menjek. Inkább fizetek itt többet, és mit tudom én, mint hogy oda menjek és ott éljek. Szóval a lakás az kb. Ennyi. Hát ezt mindenki eldönti magának. Igazából ez úgy működik, hogy kijössz Angliába, főleg ha nincs ismerősöd, általában nincs annyi pénz a zsebedből, hogy ezt meg tud tenni, meg ugye azért itt is, hogyha privátnál is, vagy ugye nekünk is full international check-et csináltak rajtunk, kellett bank statementek, tehát kellett legyen egy kis history, de ahhoz, hogy kiadja a lakást, mert azért csak úgy nem bíznak meg itt az emberbe. Szóval valószínűleg, aki most fog kijönni, vagy ezután jön ki, vagy bárki, aki kijött, az úgy kezdi, hogy egy share house, kap egy szobát benne, aztán jó van. És akkor viseld el még a melletted lévő 2, 3, 4, 10 embert, aki még él abban a lakásban, hát nem valami jó dolog. Legalábbis én nem bírok senkivel együtt élni, úgyhogy nekünk abszolút nem volt jó dolog. Azon voltunk, hogy minél gyorsabban sikerüljön találni valami lakást, mert ez így nem buli. Csak ugye az se olyan egyszerű, meg azért ahhoz is kell egy egész nagy tőke, hogy ez meg tud lépni, hogy egy-két ember külön menjen egy lakásba. Hogy egyedül elköltöz egy szobás lakásba, az azért elég húzós itt is, ha csak nem tényleg annyit csinálsz, hogy dolgozol, eszel, alszol. Na jó, hát ezt a témát kifeszegettük szerintem. Lássuk, mi volt a következő, milyen a net, mennyibe kerül. Hát ez ugye, én tudok a Virginről beszélni, én náluk vagyok most már több, hát évek, mióta kijöttünk, gyakorlatilag csak Virginünk volt. Van a legkisebb csomag, az az 50 megabittes, ami azt hiszem meg lett duplázva, úgyhogy 100 megabit az a minimum. Tehát 100 megabit, 10 megabit letöltés, 10 megabit feltöltés, ez kerül valami 22-3 fontba havonta, tehát ez a legolcsóbb. Következő az a 200 vagy 250 megabittes, az megint valami 35 font körül van, és akkor van ez a 350 per 20, ami nekünk is van, ez kerül 45 fontba, ha csak internet kell, de sokszor jobban megéri, hogyha teszel mellé egy telefont és egy tévé előfizetést is, mert gyakorlatilag 52 fontért megkaphatsz mindent, míg csak maga az internet az lenne mondjuk 45, szóval ez ennyi. A BT-nél, Sky, meg mit tudom, a többi szarok, amik vannak még, azok sokkal lassabbak, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy a BT-nél is azt hiszem a leggyorsabb internet, valami 72 megabit, a feltöltést azt meg már nem is számoljuk. Itt nem mondanak átlagsebességet, vagy minimum sebességet, itt mondanak, vagyis maximum sebességet, itt mondanak egy átlagsebességet. Szóval átlagsebességnek azt mondják, hogy 72 megabit. Hát én, akivel beszéltem, még nem igazán mondta egyik se, hogy tényleg meg is lenne az a sebesség. De viszont a Virginnek a zárával kb. Azonos. Szóval gyakorlatilag sokkal ugyanannyi pénzért sokkal szarabb internet kapsz más cégeknél. Most van, aki szídja a Virgint, hála Istenre nekünk igazán nem volt vele gondunk. Van úgy, hogy egy kicsit leesik, mármint úgy belassul, meg mit tudom én, de ez általában éjjel szokott előfordulni, és akkor is szerintem azért, hogy fejlesztik a hálózatot, mivel hogy állandóan fejlesztenek valamit. Tehát fejlődnek. Na hát,
internet. Az ennyi, a mobilnet meg amikor mi kijöttünk, az hót katasztrófa volt. Nekem otthon Digi mobilkártyám is volt, meg korlátlan internet, meg az Orange-nál, ami volt, az is korlátlan internet, meg minden ilyen 10-15 euróért. Gyors is volt, ment is faszán, hát mikor ide kijöttünk, Vaszki, azt mondja, hogy 20 font volt akkor a korlátlan internet, meg minden, kártyásan. 4G, van 4G szinte mindenhol, hát kimentem a városból, nem volt. Az internet az ilyen 2-3 megabit, hát azt hittem, hogy elsírom magam. Azóta most már fejlődtek, most már az átlag ilyen 20-30 megabit megvan 4G-n, és a lefedettség is egész jó most már. Mi most már O2-n vagyunk, annak idején a Trinél voltunk, hogy viszonylag gyors az internet, de szar a jel. Most az O2-nél vagyunk, itt jó a jel, de lassabb az internet. Hát ezt megint mérlegelni kell. Szóval ez az internettel kapcsolatban. Milyenek a fizetések? Fizetések változók. Általában bárki, aki kijön, minimál bér. Ha csak nincs valami diplomád, és nem vagy kurva jó angolból, akkor valószínűleg te is egy minimál béres munkát fogsz csinálni. A minimál bér az 7,83 font, tehát 7,83 per óra. És legtöbb helyen nem vagy korlátozva, hogy hány órát dolgozhatsz, szóval, hogyha akarsz, dolgozhatsz 20 órától, egész akár 70-ig, vagy többig. Én nekem is volt olyan, hogy mikor átmentem erre a munkahelyre, ahol most vagyok, most nyáron, heti 6 napot, reggeltől estig melóztam, kijött, itt én azon a héten valami 8-valahány órám, szóval azért az úgy egész combos kis fizolette azon a héten. Tehát ez a minimum, ennél többet lehet keresni, sokkal többet lehet keresni, mivel hogy vannak ugye mostanában már mióta ez a Brexites baromság bejött, azért a raktáraknál is én ahogy nézem, meg minden helyen gyakorlatilag elkezdtek felkúszni a fizetések, mivel hogy sok ember kihúzott az országból, és rohadtul nincs ki dolgozzani, úgyhogy elkezdték felvinni a fizetéseket, hogy találjanak munkát, gondolom én, nem mindegy. A lényeg az, hogy lehet sokkal többet is keresni, lehet szar munkáért, vagy szar munkával többet keresni, de hát ez a minimum. Ezt mindenki megkapja. Ki éve a 25 év alatt vagy, mert ugye itt korhatáros a fizetés, hogyha 25 év alatt dolgozol, akkor megvan szabva hány órát dolgozhatsz egy héten, és azt kevesebben fizetik, de dolgozhatsz. 25 év fölött meg ez a minimum. 7,83, ami most áprilisban megint fel fog menni, úgyhogy lesz vagy 80, vagy több. Tudja fasz. Te mit dolgozol? Én hát dolgoztam több helyen, és most nem fogok reklámozni, vagy bármi. Egy, kinevettek majd, egy pizzériában dolgozok, mint menedzser. Sofőrként kezdtem, part-time-ba, tehát ilyen mellékmunkaként, aztán úgy mit tudom én, jobban belementem a dolgokba, aztán most menedzser lettem december elején. És ha minden igaz, most megyek a következő tréningre, majd valamikor, ha minden igaz, aztán lehet, hogy kapok egy saját sztort egyszer, majd valamikor jövőre, nem idén. Szóval, na, haladok így szépen felfel a létrán, nem ez az álmom, hogy ezt fogom csinálni, valószínűleg nem is fogom sokáig csinálni, de így, hogy nekem így a historim, hogy jól mutasson majd, hogy azért egész nagy funkciók, szóval nagy funkcióba vagyok ahhoz képest, azért az jól mutat majd egy önéletrajzba később. Mennyi ideje dolgozol a jelen munkahelyed és mennyi a fizetésed? Mennyi ideje dolgozok? Hát kezdtem itt part-time-ba júniusban, azt hiszem. Előtte már egy másik sztornál dolgoztam, vagy 3 hónapig. Azt úgy ott hagytam, mert ott nem bírtam elviselni azokat az idiót embereket. Aztán átjöttem ide, itt egész jó. Úgyhogy itt vagyok június óta. Mennyi a fizetésem? Hát nem minimálbér, maradjunk ennyibe. És most már órát sem nyomok annyit, mint régen, mivel nincs is rá szüksége, meg a másik dolog, hogy van a gyerkőc, ugye, és szeretnék velük tölteni minél több időt. Úgyhogy mérlegeltem, hogy pénz, gyerek, család, minden, és akkor így most így pénz is van, amennyi kell, gyerekre is van idő, mindenki jól jár. Lehet, hogy ami konkrét fizetést nem fogok mondani, mert nem fogok mondani. Igen, írta, hogy lehet, hogy az utolsó kérdések túl indiszkrétek, nem muszáj válaszolni az összese. Jó. Lássuk a következők.
az élelmiszer, ruha és az elektronikai ár összehasonlítást kérek. Hát én 2,5 éve nem tudom, hogy otthon milyen árak vannak. Itt, hát még mikor kijöttünk, akkor számolgattunk. Igazából, amit otthon márkás ruhának tartanak, az a márkás ruha itt is kb. Ugyanannyiba került. Gondolom azóta se változott sok minden. Már legalább 2 éve nem szoktunk már így számolgatni, hogy ez mennyi otthon, mennyi itt, mennyi ott. Otthon van egy fizetésed, ahhoz képest kurva drága minden, hogyha minőségi cuccot akarsz venni. Itt meg nem drága ahhoz képest. Tehát itt több a pénz, akkor ahhoz képest nem drága. Itt gyakorlatilag olyan, bemész egy márkás üzletbe, ugyanúgy megveszed, mint otthon, mikor bementél egy kínaiba. És akkor megvetted az olcsó dolgokat. Hát most mit mondjak, egy nadrág ki lehet fogni 10 fonttól egészen, tehát egy farmer nadrágra gondolok, 10 fonttól egészen határa csillagoség, de már ilyen 18-tól 35-ig már kurva jó minőséget, kurva jó cuccot lehet venni. Meg ugye, aki már tényleg nagyon rámegy, és olyan ki vagyok én, az meg akár egy 100-ast is adhatja tenni a drágra, de hát ez úgy van otthon is. Szóval szerintem így egy ruha dolog az kb. Ugyanott van, mint otthon, hogyha márkásat vennél. Azt mondja, elektronikai össze... Hú, hát elektronikai cuccok itten drágábbak, mint otthon, tehát... Hát én azt mondom, hogy egy jó 10-20%-ot azért rá kell szállni pluszba. Tehát annyival többe kerül itt, mint mondjuk otthon. Vannak viszont olyan dolgok, amikor tényleg vannak nagyon fasz a leárazások, és akkor úgy jó árba, vagy hasonló árba, mint otthon, vagy akár olcsóban meg lehet kapni a dolgokat. De úgy általánosságban elmondhatjuk azt, hogy itt azért drágábbak az elektronikai cuccok. Főleg, hogyha nem ilyen kínai szírszart akarsz venni, ami 2 nap után becsődül. Tehát ezek drágábbak. Akkor pereg a kaja, hát folyik mindenhol, bátya. Engem csak az érdekel, hogy mennyi a sör. Nem szeretem a sört, nem szoktam sört venni. Utoljára, amikor sört vettem, az valamikor karácsony előtt, tavaly nyáron volt, azt hiszem, igen. Akkor vettünk egy egész rekesszel, amiből én nem igazán ittam szerintem semennyit. Az volt akkor, ha jól emlékszek, nem emlékszek, de olyan 5-6 font körül, és abba volt 6 darab, vagy 8 darab, tudja, bokám. Szóval piában nem tudom. A Jäger, a fél literes Jäger az 18 font, a rum az 15-18 között van, a literes, a vodka literes, az is 15-18, sört nem iszok. És akkor ezt számoljátok át, én nem tudom otthon mennyi, hát itt ennyi. Van ilyen, hogy Tesco-nál, vagy az Asda-ba, vagy más ilyen nagyobb szupermarketekben van, amikor le van árazva, és akkor így egy 5 fonttal olcsóban megveszed, mint amúgy. Vannak a pakisztáni kis üzletben, ahol nem tudhatod, hogy mit iszol igazából, de rajta van egy jégeres izé. Azok általában olcsóbbak, de hát azokat most inkább adok 2 fontot, pluszban is tudom, hogy jégert iszok, mint hogy adjak 2 fonttal kevesebbet, és nem tudom, hogy mit iszok. Tehát... Pia, hát szerintem drágább amúgy, mint otthon, így, hogy elkezdek egy kicsit gondolkodni, akkor ja, a pia drágább. De az angolok kurva nagy ívók, szóval ők leszarják, azért is drágább, gondolom. Ugyanúgy, mint a cigi. Azt mondja, hogy tényleg kurva rondák a csajok? Hát most ez nézőpont kérdése. Otthon is vannak ronda lányok, itt is vannak ronda lányok. Ottól is vannak szépek, itt is vannak szépek. Ez most ez olyan dolog, hogy erre nem tudsz mit mondani. Hát meg lehet nekem valaki tetszik, neked nem tetszik, hát most ez erre nem lehet egy normális választ adni. Talán általánosságban nem olyan szépek, mint az ottali lányok, de úgy tudja franc. Igazából itt az a helyzet, hogy itt rohadtul nem tudod megmondani, hogy sokszor még az, hogy lány vagy fiú. Vannak olyanok, hogy tényleg ránézel és elsírod magad. Meg a másik az, hogy tényleg a lányok úgy öltöznek, meg úgy festik magukat, hogy sokszor azt hiszed, hogy 20 éves, aztán amikor így jobban meghallott, hogy megszólal, akkor azt mondod, hogy mi a faszom, ez 12 éves, vagy 14 éves. Tehát, de amúgy úgy általánosságban, hát lehet, hogy szebbek az otthoni lányok. Mennyi a sör? 2 font, kitaláltam? Nem tudom, mondtam, nem iszok. Szóval ez passz.
Olvasom a következőt. Ja, itt valaki reagált, aki itt lakik Angliába, és leírta, mennyi a sör. Boltban 90 penny körül indul a legolcsóbb, ha valami jobbat akarsz, akkor mondjuk a Budweiser lehet kétszer annyi, kocsmában másfél, 2 font, olcsóbb helyeken. Határa csillagos ég. Hát igen, ez így működik. Unikumot lehet kapni? Igen, lehet kapni. Vannak magyar üzletek, magyar sztórok, meg más külföldi sztórok, ahol gyakorlatilag bármit be lehet szerezni. Itt is van egy paprika sztór. Jó, reklám. Minden, gyakorlatilag bármit be lehet rendelni. Hogyha nincs valami nekik, amit te szeretnél, akkor lehet nekik szólni, hogy figyelj már, bátya, a következő fuvarnál hozzatok már nekem egy fél sonkát, és akkor azt is meg elintézik. Kurva drága, tehát kibaszottú drága, de lehet kapni. A bor drágább vagy olcsóbb? Hát bor, hát ez megint olyan, hogy bort mi elég gyakran szoktunk venni. Ilyen Tesco, meg ilyen helyeken. Mit mi szoktunk? Itt 4,5 fonttól vannak egészen csillagos ég határig. Már ilyen 6 font, 6 és 10 font között már nagyon jó bort lehet venni. Ha nem arra mész most, hogy ilyen márka, meg olyan márka, hanem azt nézed, hogy jó legyen, akkor már 6-tól 10 fontig nagyon faszos borokat lehet venni, és rohadtul nagy a választék. Ezt se tudom otthon mennyi, úgyhogy számoljátok át. 6 font, 10 font, már lehet jót venni. Azt mondja a másik is, szerintem a bor is drágább, de azt is mondták, hogy nem nagyon vannak jó borok a boltokban. Hát mi elég sokat próbáltunk, és találtunk egy pár favoritot, szóval vannak csak. Ez megint ízlés dolga, ki mennyi, mit szeret, meg mennyi. Itt írta valaki, hogy neki 250 a szoba. Igen, ez a másik. Ugye kibérelsz egy lakást, mint mondjuk 900-ért, de valaki kicsit nem is szerencsés, meg nincs pénze úgy kibérelni egy egész lakást egyedül, az van, amikor 500 fontot fog fizetni egy rohadt szobáért, amiben még lehet, hogy mellette még van 4 szoba, és még 10 ember lakik, és akkor is fizet egy szobáért 500 fontot. Nekem van konkrét ismerősöm, aki 560 fontot fizet havonta. Igaz, benne vannak a billek, meg minden, de akkor is az meg 560 font egy embernek egy rohadt kis szobáért. Hát nem tudom, nem mindig. 12 fontot keres óránként. Jó neked, de mondjuk, ha deliverózol, akkor azért nem olyan jó, mert biciklizel egész nap, télen, nyáron, hidegben, melegben, esőben, fagyba. Egy idő után meg lehet unni. Én is csináltam olyan melót, amivel sokkal többet kerestem, és rámegy az egészségedre. Hosszú távon nem jó buli. Mindenki válaszol. Van közös konyha, és hát igen, a sharehouse-ban közös konyha, közös WC. Mennyi a UK minimálbér? 7,83. Jó, havonta mennyit keresel, érted, mennyit kapsz órára? Havonta mennyit keresel? Ezt gondolom nem én tőlem kérdezted, de ha én tőlem kérdezted, akkor nem mondom meg. Mennyit kapsz órára? Hát ezt se szeretném megmondani, ezek azért már olyan dolgok, amiket nem... Ha minimum lenne, akkor azt mondanám, de ha nem minimum, azt már úgy azért nem mondom, mert így is így mondják az emberek, meg úgy kibeszélnek az emberek, meg ilyen dolgok, ez ilyesmit nem szoktunk nagy dobra verni, sőt, még sokszor egymás munkatársa se tudja igazából, hogy a másik mennyit keres. Szóval, na, szombat, vasárnap és melózó, vagy naponta hány órát? Hát változó, én mostanra átmentem ilyen heti 30 óra, nekem az úgy bőven elég. Köszönöm szépen, régen dolgoztam 50-60-70 órákat is egy héten, most én dolgozok, hát vagy 5 napot, vagy 4 napot, és akkor többi off, és akkor úgy osztom el azt a 30 órát, hogy nekem jó legyen, hogy azért, tehát 2 nap mindenféleképpen off, tehát amikor nem megyek dolgozni. Nálunk, mivel ahol én dolgozok, ott hogy minden nap nyitva van, úgyhogy ahogy sikerül, ahogy esik a róta, van, amikor hétfőn vagyok szabad, van, amikor vasárnap, van, amikor kedden, van, amikor szerdán, szóval változó, de igazából tök mindegy, mert a lényeg az, hogy megvan a két-három szabad nap, és csóklom. Akkor azt írja, hogy én 275 font per hét keresek, az a minimum a 40 óra per hét, 37,5, 260 lakbér, 200 kaja, 200, 300 egyéb, 500 font per hó tudok félretenni tisztán kis túlórával, nekem nem tetszik Anglia. Igen, hogyha hát ezt így meg lehet, tehát lehet félretenni, nem arról van szó, sőt,
bárkit tud félretenni. Aki azért jön, hogy félretegyen. Én azért jöttem, hogy itt éljek, én nem igazán szeretnék most már hazamenni. A gyerek itt született, itt fog iskolába menni, itt fog mindent, szóval... Én nem úgy vagyok itt most, hogy rakom csomóra a pénzt, és gyűjtögetek, aztán majd lesz. Mi úgy vagyunk most itt, hogy élünk úgy, ahogy illik. Nem mondom, hogy nem gyűjtögetünk, mert azért nekünk is vannak céljaink. De most nem fogom a fogamhoz verni a garast, és... Tehát nem. Anglia amúgy nekem nem... Tehát nekem sem tetszik, de könnyű megélni. Mi egyébre költözte havi 2-300. Hú, hát csak 2-300, vegyél egy autót, a biztosítás. Ja, biztosítás. Igen, aki autót szeretne venni, rohadtul olcsón tud venni. Tehát gyakorlatilag már 200 fonttól tudsz venni olyan autót, ami működik. Van rajta MOT, tehát kötelező, meg ilyen baromságok, és tudsz vele furikázni, stb. És még szét se esik feltétlen alattad, mert hogyha már itt van, és valakinek rohadtul kell a pénz, akkor 200 év veszel már működőképes autót. A probléma csak az, hogy sokszor a biztosításod 200 font havonta rá. Nekem konkrétan volt annak idején, amikor kijöttünk, meg ugye itt is az is számít, hol laksz, mert azt szerint van a biztosítás ára, hol laksz, milyen zóna, milyen környék, hol parkolsz, hol tartod az autót, hány mérföldet mész vele átlagba egy év alatt, stb. Stb. Szóval ezek mind összeadódnak, meg hogy mióta vagy itt, meg mióta van jogsid, meg milyen jogsid, meg... Na. A lényeg az, hogy mikor mi is kijöttünk, én vettem egy 1.6-os Honda Civic-et, egy 2000-es évjáratú Honda Civic-et, és én arra fizettem valami 120, nem, 130 font körül havonta biztosítást, plusz erre rájön a road tax, ugye az útadó, ami megint volt rá vagy 20 font, szóval nekem havonta belekerült olyan durván 150-160 fontba, csak hogy mehessek azzal az autóval. Szóval, és az egész autóért adtam 260 fontot, és biztosítást fizettem 150-et havonta. Igen. Szóval aki szeretne kijönni, autót venni, és ezt bele kell kalkulálni, biztosítás, road tax, ezek drágák. Rohadtul drágák. A mostani autóm az egy 2011-es 1.4 turbós Meriva. Erre fizetek, ilyen totálisan fullos biztosításom van, szóval minden, ami létezett, én rátedettem. Így valami 79 font havonta, plusz a road tax az 13 font, 13,5 font. Szóval így durván 100 font alatt van a biztosításom havonta, de ilyen, tehát a mérföld nincs limitálva, meg full. Tehát ha betörik a zizém, azt is kicserélik tök ingyen. Tehát ilyen, na. Ha nem ilyet akartam volna, akkor lett volna valami 50 font havonta biztosítás, ami meg már nem olyan vészes. Ahhoz képest, hogy mennyiket fizettem az előtt. Szóval, igen, arra kell számítani, hogy ha autót szeretnél venni és vezetni, akkor az a 100-200 font havonta plusz a kiadás, arra számítani kell. Ugye ott van, hogyha akarsz egy telefonszámlát, akkor a telefont itt gyakorlatilag utána dobják, csak vigyed és legyen előfizetésed. Nem mindenhol, de mondjuk az O2 ilyen. És akkor még arra is számolj egy olyan 40, 50, 60, 70 fontot, mert ha már kiveszel, mert ha már hogy adják, hát kiveszel valami menő telefont, mert mindenki arra veri. És akkor hirtelen azon kapod magad, hogy fizetsz 50, 60, 70 fontot havonta, csak telefonrészletre, meg számlára. És akkor ott már ez már hirtelen 200 font a biztosítás mellett. Pluszba, meg ugye elmész még, veszel egy órát, veszel egy ruhát, mert mindenki, aki kijön első hónapokban, csak arra megy, hogy ilyen göncöm, meg olyan göncöm, és akkor nyomja a képeket fel Facebookon, milyen menő vagyok, meg milyen jó lélek, meg megy a pénz, meg itt az ilyen üvegjack, meg olyan üvegvizé. Aztán majd egy idő után úgyis megunják, de mindegy. Szóval igen, arra 200-300 fontot azért bele kell számolni. Vagy ne agyisten, kocka legyél, és minden hónapban mindig teszel egy kis pénzt bele a gépedbe, mint ahogy én is tettem még régen. Mikor volt egy ennyim, akkor ennyit beraktunk a gépbe, mert miért ne. Most meg nem. Oké, többi sört, cigi, meg a cigibe egy kis adalékanyag. Ja, hogy írta, hogy mire költi. Hát igen, aki cigizik, az megint arra rá kell számolítani, hogy az drágább, mint otthon.
Ugye itt egy angol cigi, normális, tehát angol cigi olyat, hogy bármilyen, csak tényleg Angliába, angliai címkével. Hát ilyen 7,5-8 fonttól kezdődik a legolcsóbb, legszarabb cigaretta. A legdrágábbat nem tudom, mert olyat még nem vettem. Szóval aki ilyen napi egy dobozos, az azért számítson egy olyan napi 8 fontos plusz kiadása. Természetesen vannak olyan üzletek, ahonnan lehet nem címkés cigarettát venni, vagy címkés, de nem angol cigarettát venni. Azokat már olyan 3-3 és fél fonttól lehet venni, 4-4 és fél fontért már arany marborót is tudsz venni, de nem angolt, hanem valami ukrán, orosz, sokszor magyar, román, moldovai, szóval ilyen csempész három. De meg lehet oldani és lehet venni. Szóval igen, hogyha dohányzol, piálsz, és van egy autód, akkor az úgy havi még vagy 300-400 font plusz kiadás. Per fő. Akkor írta, hogy mire gyűjt, meg stb. Na, hát igazából a kérdések, ennyi kérdés volt. Nem tudom, hát szerintem így egész részletesen válaszoltam minden kérdésre. Ha nem, akkor írjátok le kommentbe, vagy YouTube-on, vagy Facebookon, vagy bárhol, ahol ki van rakva, és gondolatok hozzászólhattok. És hogyha úgy van, és megint gyűlik össze még egy pár kérdés, vagy szeretnétek, hogy még részletesebben beszéljek valamelyik témáról, nyugodtan írjátok le, és akkor majd még lesz egy videó. Nem tudom mikor, mert én is így dolgozok, nem dolgozok, mikor itt hol vagyok, akkor gyerekezek, meg asszonyozok, és akkor vagy tekerünk. Tehát nem nagyon van időm foglalkozni ilyesmivel, bármint éppenséggel van, de úgy elfelejtem. Na, szóval igen, most is egyébként a gyerek alszik. Nem tudom, látszik a kamerába. Tehát a gyerek alszik, az asszony elment egy barátnőjével moziba, én meg egyedül vagyok itthon, és most pont ráérek. Ezért készült ez a videó. Na jó, ha van még kérdés, vagy valami, jó szar a hajam, nem mindegy. El kell menni már a fodrászhoz. Tehát ha van még kérdés, akkor nyugodtan fel lehet tenni, én fogok majdnem mindenre válaszolni, az ilyen fizetés, meg mennyit keresel, meg az ilyesmit ne feszegessük, mert nem szeretnék róla beszélni, úgyse fogok rá válaszolni, szóval ezt feleslegesen kérditek. Nem azért, mert túl sokat keresek, vagy nem azért, mert túl keveset keresek, hanem azért, mert az az én dolgom. Akkor, ja igen, még lenne itten téma bőven, hogyha... Na jó, hogy aki esetleg családdal gondolja, hogy ki akar jönni, vagy valami, akkor lehet erről is érdeklődni, mivel hogy most mi nagyon friss még ez a dolog, hogy megvan a gyerkőc, friss, mert 10 hónapja, és hogy mi mivel jár, hogy lehet elintézni, meg ilyesmit, ezekről is tudnék beszélni, ezt most nem fogom megtenni, mert lehet nem érdekel senki, szóval nem magyarázok róla, de hogyha van rá igény, akkor erről is tudok részletesen beszélni. Na hát, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!